A tervek szerint jövő év januárjától akár bruttó 240 ezer forintot is hazavihetnek majd a vendéglátóiparban és a szálláshelyszolgáltatásban foglalkoztatottak. Ez nagy mértékben segíthetné az ágazatot érintő évek óta egyre jelentősebb munkaerőhiányt is. Jelentős a szakember hiány az éttermekben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Főleg szakácsokat nehéz találni, őket is főként az elmúlt egy-két évben. Egy évvel ezelőtt még abban reménykedett a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, hogy a szakember hiány nem gyűrűződik be ennyire a vendéglátásba. Erről korábban Krivács András, a szövetség elnöke beszélt televíziónak. Nem csak szakácsot nehéz találni az éttermeknek, de kevés a konyhai kisegítő és a felszolgáló is. Főleg most a szezonban lenne rájuk a legnagyobb szükség, de az év többi részében is problémát jelent a munkaerőhiány. Legtöbbször az a baj, hogy az iskolából kikerülő diákok rögtön magas fizetésért a legjobb éttermekben szeretnének dolgozni. Nem akarják végigjárni a ranglétrát, tette hozzá Krivács András. A szezonalitás, a egyre gyengülő szakmunkás képzés, illetve a benne résztvevő tanulóknak a hiánya, ez óriási gondot jelent nekünk szakembereknek. És természetesen az elvándorlás, ami már itt érezhető a megyében is, egyre több kollega választja munkahelyül a nyugat-európai országokat, de természetesen mindent megteszünk és értékeljük folyamatosan a helyzetet, hogy mivel lehetne segíteni azoknak a kollégáknak, akik úgy döntenek, hogy vagy elmennek az országból és máshol próbálnak szerencsét, hogy jöjjenek vissza minél hamarabb, ott egy megfelelő tudást szedjenek magukba, aztán itt kamatoztassák majd nekünk a megyébe. A jövő évi béremeléssel a munkaerőpiaci problémákat szeretnék orvosolni. A tervek szerint akár bruttó 240 ezer forintos fizetéssel is számolhatnak majd az ágazatban dolgozók. Vendégünk a stúdióban Nádasdy István, a Zephyrus Corona Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok! Meg tudja erősíteni a tapasztalatai szerint azokat, amik itt elhangzottak? Mennyire komoly és mennyire fenyegető ez a szakemberhiány, amiről beszéltünk az ágazatban? Valamilyen szinten érezhető ez az elvándorlás. Azt nem tudom, hogy a fizetésemelés hogy fogja ezt megoldani. Ebből a szempontból az egyik szemem sír, a másik nevet. Azért nevet, mert ugye ezek az emberek megérdemlik a normális fizetést valóban. Viszont olyan terhet ró a vidéki vendéglátóegységekre, amit nem biztos, hogy önerőből ki tudnak gazdálkodni. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mit jelent ez a vállalkozó szempontjából, hiszen nagyon jó, hogy magasabb bért fognak kapni az alkalmazottak. A kérdés az, hogy hogyan tudja kigazdálkodni. Hát valószínűleg áremelés lesz a következmény ennek a dolognak. Viszont az áremelés ugye csökkenti a forgalmat. Mennyit bír el itt a megyében például ez az ágazat? Mennyi áremelést vajon? Mi a tendencia? Hát azt gondolom, hogy ha mindenkinek emelkedne a fizetése, akkor beleférne a dolog. De miután ez csak egy szegmensben fog emelkedni, ezért az áremeléssel nagyon csínyán kell bánni. Szerintem egy 5-10%-tól többet nem szabad belerakni. Tehát a fogyasztói oldalról nem biztos, hogy meg lesz ez a fajta... Illetve abban reménykedünk, amikről hallottunk híreket, hogy azért ezt a vendéglátásban az 5%-os áfát, ezt tovább fogják folytatni, és akkor ez valamilyen szinten visszasegítheti a dolgot. Azt gondolom, elég széles a paletta a turisztika vendéglátásban is. Kik azok, akik a legnehezebb helyzetben vannak, illetve kik azok, akik viszonylag jól át tudják hidalni ezeket a problémákat? Hát az ország teljesen szét van szakadva. Tehát nyilván a mi térségünkben, a mi régiónkban sokkal nehezebb a vendéglátás. A nagyvárosokban még talán, de a kisközepes városokban, esetleg falvakban, ott csak ilyen egy-két személyes saját munkával végrehajtott vendéglátást lehet megcsinálni. Tehát olyan szinten, mint a korona vendéglátási színvonala, hogy ott elég sok dolgozó és elég sok munkaerő kell. De más a célközönsége is egy koronának, mint mondjuk egy kifejezetten turizmusra épülő vendéglátóegységnek. Azért mi is foglalkozunk a turizmussal, beutaztatással, mindenképpen fontos, és kapcsolt programokat is csinálunk. Ugye itt van nekünk a Sóstó, most már a gyógyfürdő felépült új gyógyászati részleg, ugye, tehát ezekre rá kell telepedni mindenképpen a vendéglátósoknak, és ilyen csomagokkal be lehet húzni valamilyen szinten az országból a hazai turistákat. Mik azok, amik stabilizálni tudják gazdaságilag
egy-egy ilyen vállalkozást? Hát az nagyon fontos, hogy például Nyíregyházán legyen minél több rendezvény. Tehát az érezhető, hogy nem sokára jön a Vidor Fesztivál, ott ugye egy Szeget nem lehet lejteni, telt ház van. Minél több ilyen rendezvény van, akár közösen összefogva is be lehet ebbe szállni, annál inkább ki lehet tolni ezt a jó szezont. És hát persze a helyi lakosságnak a megcélzása. Hát hogyne, hát a koronának eleve az a feladata, hogy a városlakókat kiszolgálja, tehát nem csak ebéddel, vacsorával, hanem esküvőkkel, rendezvényekkel, bálokkal. Például a koronában azért a szilveszter az közel 500 fővel szokott venni. Milyen pályázatok segítik a turizmust, illetve a vendéglátást az országban? És tudom, hogy most van éppen fejlesztés vagy kialakítás alatt egy nagyon komoly program, ami éppen ezt célozná. Nagyon volt már ilyen irányú pályázat, és nagyon-nagyon régen várjuk, úgyhogy most örömmel és boldogan fogadtuk, hogy a kisfaludi tervet bejelentette ugye a miniszter úr. Én azt gondolom, hogy ez egy soha visszanemtérő alkalom és lehetőség a vidéki vendéglátás szálloda megújulásában. Mi az, amit megcéloz ez a program? Tehát gyakorlatilag egy minimum 50%-os támogatottsági intenzitással például egy szállodának minden fejlesztése belefér. Van ott egy ugye, maximum határ, tehát a projekt összegnek a maximális határa, a szobákhoz igazították egyenlőre. Tehát ez azt jelenti, hogy egy csillagos szálloda szobánként 3 millióval támogatható, a két csillagos 5 millióval, meg a panziók, a három csillagosok 7 millióval, a négy csillagosok 9 millióval, és az öt csillagosok 11 millióval, bár vidéken nem annyira jellemző az öt csillagos szálloda. Tehát gyakorlatilag szobaszámmal megszorozva ennyi lehet az elnyert összeg, amit igen, értelemszerűen nem csak szobák felújítására lehet használni. Így van, tehát akár fűtéskorszerűsítés, önmagában ez nem támogatható, a fűtéskorszerűsítés, de már hogyha szoba felújítás van, akkor mehet hozzá akár egy fűtéskorszerűsítés is, és tudjuk nagyon jól, hogy milyen új technológiák vannak már, ha csak egy kondenzációs kazánt veszek alapul, ami minimum 20%-ot megtakarít a gázfogyasztásból, akkor ezekkel lehet kompenzálni a fizetésemeléseket. Nem csak szállodák felújításáról van itt szó, hanem egyéb vendéglátóegységekről is, jól tudom? Ez elsősorban a vidéki szállodákról szól. A hozzákapcsolódó vendéglátóegységek, rendezvénytermek, azok beleférnek ebbe a dologba. De önállóan egy éttermet... Egyszerű étterem nem. Induló vállalkozás is pályázhat? Én úgy tudom, hogy igen. Bár azt hozzá kell tenni, hogy még én is csak a tervezetet láttam, most társadalmi egyeztetésem van, és nagyon várjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye, mert elvileg a mi régiónknak, ami óriási szerencse a mi térségünknek, tehát a Nyírség, Tokaj, Felső-Tisza belekerült az első körbe, szeptember 4-től beadható lesz. Ez nagyon jó hír, viszont ha ez így lesz, akkor óriási munkát is fog róni a pályázatot írók vagy iratók részére, mert kvázi marad egy hónap. Vannak kiemelt övezetek, vagy kiemelt területek? Igen, ez az első kör. Tehát ez gyakorlatilag 2030-ig 300 milliárdot fog belerakni az állam, illetve ebből 150 milliárdot visszanemtérítendő támogatásba, és meghatározták régiónként, hogy milyen ütemezéssel, melyik régiók mehetnek ebbe bele. És szerencsénkre mi az elsők között vagyunk, úgyhogy mindenkit biztatok arra, minden szálloda tulajdonos itt a környéken és a megyén. Panziókról is beszélhetünk. Panziókról is, így van. Mindenképpen biztatok mindenkit, hogy ezt meg kell csinálni, mert az egész térségnek a színvonalát kell felhozni. Itt nem konkurálni kell egymással, hanem egységbe tömörülve nyomulni és nagyon komoly szálláshelyeket létrehozni, hogy a meglévő turisztikai értékeinket tudjuk eladni. Ezt az összefogást még gyakorolni kell azért Magyarországon, ez korábban nem volt annyira jellemző. Sajnos egyet kell értenem, de azért rajta vagyunk. Mennyi az önerő, amit ehhez be kell fektetni, mert ez sem mindegy. Tehát gyakorlatilag, hogyha 50%-os lesz a támogatás intenzitás, akkor 50% önerő kell hozzá, de ez 10% saját erő, és a Magyar Fejlesztési Bank hozzáállt ehhez a projekthez, mellé állt, nagyon komolyan, és azt mondja, hogy 3-10 éves futamidőre kamat támogatott hitelt lehet felvenni ezeknek a projekteknek a megvalósítására. És azt gondolom, hogy egy racionálisan megtervezett
szárdafelújítás ki tudja termelni kényelmesen ezt a kamat támogatott hitelt mondjuk 10 év alatt. Ez azt jelenti, hogy a Korona megújult homlokzattal fogja majd a város díszíteni hamarosan? Ez a pályázattól függetlenül így lesz, tehát ezt elhatároztuk már tavasszal, hogy mindenképpen meg fogjuk újítani a Korona homlokzatát. Nyilván nyáron nem akartunk felállványozni, meg a vidra alatt sem akarunk nagy cirkuszt csinálni itt a városban, tehát szeptember 10-én kezdenénk. Annyi érdekesség van a sztoriban, hogy miután műemlék az épület, a műemlékvédelemmel egyeztettünk elég hosszú ideig, hogy milyen színű legyen a ház. Több kutatást elvégeztek a szakemberek, semmilyen nyoma nincs a levéltárban, hogy annak idején milyen színű volt a Korona, amikor Alpár Ignác megtervezte. Annyi előírás volt, hogy 2 színnel fogják kifesteni. És végül is az a döntés született, hogy ilyen korabeli képes lapok, ugye azok még fekete-fehérek igen. voltak, de kiszínezték, hát abból a színből sikerült választani, úgyhogy 2 színű lesz a Korona, az alsó rész egy sötétebb, kicsit sötétebb szürke, az erkélyek fölött pedig világosabb. Világos szürke. Nádasd István, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a meghívást.